Szia, szakácsok! Ma Majd nagyon különleges és tényleg különleges tech videóval érkeztem. Nem csak azért, mert lehet, hogy megoldást tudtam hozni minden fotós és videós egyik legnagyobb alap problémájára, hanem azért is, mert a videó olyan vizuális elemeket fog tartalmazni, amelyek, hát, hogy is mondjam, egyediek. Mielőtt belecsapnánk, nézzük meg közösen a logót! Szóval mi az a probléma, ami minden fotost és minden videóst érint, gyakorlatilag a szakma kezdete óta jelen van, és nincs rá rendes megoldás. Nem, nem az, hogy drágák a gépek. Nem, tudom, hogy az objektívek is drágák. Igen, azt is tudom, hogy az a szoftverek előfizetése igen drága, de nem, 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 nem arra gondolok most, hogy mindenki azt hiszi ért a szakmához. Nem is a Covid helyzetre, és nem is a piac fizetőképességére. Inkább segítek. Az a probléma, amire lehet, hogy megoldást tudtam nektek hozni, az anyagátadás. Magyarul a fájlküldés. Elmondom, miről beszélek. Két módon tudunk átadni anyagot. Nyilván pendrive-on ez a legegyszerűbb, a másik pedig online felületeken keresztül. Ez 99,99%-ban vagy cloudon keresztül történik, vagy valami fájlküldő alkalmazással, ami egyébként ugyanúgy cloudon keresztül működik. Te ugye ez rengeteg problémát hordoz magában. Sok a fájl, nagyok a fájlok, -ok, kevés a tárhelyem az online felületen, be kell fizetnem pénzt, hogyha nagyobb mennyiségű fájlt szeretnék egyszer átküldeni. Nem biztos, hogy minden fájl feltöltődik, amit feltöltök, és nem biztos, hogy minden fájl letöltődik, amit le szeretnének tölteni. Te rengeteg probléma van ezzel a dologgal. Arról nem is beszélve, hogy ha a gyártói oldalon te mondjuk nem egyedül dolgozol, hanem mondjuk én egy esküvői fotós vagyok, nem irigyelném az ifjú párt, elmegyek fotózni, és a nyers fájlokat át kell adjam annak az embernek, aki utómunkázni fogja. Marad a pendrive, ugye? Vagy hogyha máshol van, akkor a Google Drive Isten helyen nem elég ennek. És akkor még nem is beszéltünk a videós szakmáról, ugyanis nagyon sokan értékesítjük ugye magát a videó vágást is külön. Na most ez ismét tárhelyi gyilkos megoldás, és nagyon lassú folyamat. Na erre hoztam egy olyan megoldást, ami több szempontból is különleges. Magyar. Nem, nem, nem azért gondolom, hogy ez különleges, hogy magyar, mert ilyen nagyon patrióta hozzáállásom lenne, hanem azért, mert ha bármi probléma van a rendszerrel, föl tudod hívni őket, meg tudod kérdezni, van szápport, egy időzónában vagytok, stb. stb. sokkal könnyebben működik. Korlátlan, 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 ismétlem korlátlan tárhelyed lesz. A fájlátküldés sebessége iszonyatosan gyors, totális biztonságban van az adatküldés, és még közben cse is tudsz az ügyféllel. Na de térjünk vissza az elejére, megmutatom, miben más ez a rendszer, mint az összes többi. Van a megrendelő, nevezzük őt Karcsika apukájának, aki Karcsika születés napján készítettő videófelvételeket, megvágni azonban már nem tudja. Ezért felbérel téged, hogy légy oly kedves, vágd meg, elvállalod. Igen ám, de menet közben derül ki, hogy Karcsika apukája igen vagyonos, és egy reddel készültek a felvételek, nyolckása, és gyakorlatilag nálatok otthon az utcában nincs elég tárhely. És gyakorlatilag több tízezer forintot kellene fizetned, hogy egy online tárhelyen át tud venni. Íme karcsik apukája, aki gondban van azzal, hogy megvágja a Karcsika születésnapi videóját. Éppen ezért nagyon morcos. Továbbá nagyon morcos, mert szeretni átküldeni a 8 k red felvételeket neked. Itt vagy te. Honnan tudod, hogy ez te vagy? Kávé van a kezedben, hogy életben maradj, és görcsös, teljesen őszintétlen mosoly ül az arcodon. Tehát tiket nem vagytok a folyamatban, de még hátra van a folyamat legfontosabb része. Karcsika születésnapi felvételei. Ami jelenleg nála van. Karcsik apukája szeretni átküldeni neked. Pacsika apukája egyébként nagyon gazdag, de iszonyatosan spúr, nem használ semmilyen online tárhelyet. Magyarul neked kell megoldanod. Mit tehetsz ilyenkor? Feltöröd a négy éve nagy becsben őrzött malacpersejedet, kiszedett belőle az összes pénzt, készkölcsön anyádéktól, a szomszédtól, és még egy kisebb hitelt is felveszel, és előfizetsz a legnagyobb tárhelyre. Valamelyik? online szolgáltatónál. Egyébként tényleg figyelmetekbe ajánlanám a demonstrációs eszközöket. Körülbelül a negyedikes korom óta nem kézi munkáztam ennyit. Mármint már mint ollóval. Inkább folytatom. Tehát a folyamat ahogy Karcsika apukájától át fog kerülni, Karcsika felvétele hozzád, az ez lesz. Pontosabban ez, mert itt már ez az anyag volt. Karcsika apukája föltölti ezt a Google Drive-ba, amit nyilván te fizettél elő. Itt a Google Drive-on tárolódnak a dolgok, te csatlakozol hozzá, és innen letöltöd. Bum! Ezt mindannyian ismerjük. Erre van az a megoldás, aminek egyébként rájöttem, hogy még ki sem mondtam a nevét. Klarabot Nano. Ez az a magyar megoldás, ami egy picit forradalmasítja ezt az egészet, illetve a hozzáállásodat. Mert ugyanis kiveszi középről a cloudot, és azt mondja, hogy mi a túróért kell ezt így, miért nem lehet az egész egyetlen folyamat. Magyarul, Karcsika apukája. Fogja Karcsika gyertyő elfújását, és szépen áttölti a tegépedre. gépedre. Bum! Két folyamat helyett egy. Nincs feltöltés, letöltés, csupán áttöltés. Majd amikor te elkészültél az anyaggal, ugyanazt csinálod. Fogod, és jogosultságot adsz Karcsika apukájának, hogy letöltse tőled a gépedről a fájlt. Igen, igen, tudom, hogy idősebbeknek most beugorhat DC++, LimeWire és satöbbi peer-to-peer -peer programok, amihez egy picit hasonlít első ránézésre a rendszer, azonban ez azért nagyon más. Ez a kapcsolat itt a kettőtök között a nemzetközi biztonsági sztenderek Fölött áll. Jócskán. Magyarul. Ha Karcsika apukája küldi át a képeket, de Karcsika szomszédja, Lajos bácsi, megkírja a kisfiát Lalikát. Te Lali, valahogy tördmám föl ezt, meg akarom nézni, mit kapott a kiskaresz. És menet közben Lali szeretné ellopni ezt az adatot, nem fogja tudni, ugyanis egy visszafejthetetlen részletet fog csak találni, amivel gyakorlatilag kitörölhetja. De Lajos bácsi nagyon zsivány és nagyon kíváncsi, hogy mit kapott Karcsika. Éppen ezért betör a klarabothoz, ellopja a szervert, beteszi az S8-asba, átszágult vele Budára, és otthon bedugja. Mit talál rajta? Semmit. Az egész rendszer olyan biztonsági protokoll szerint működik, hogy ez a fájl vagy kocsi kapukájától, vagy tőled lopható el. A klarabottól nem. Oké, de van itt két pont, amit meg kell beszélnünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az ára. Jelenleg beta verzióban fut a dolog, 5 dolláros lesz az előfizetés, ha jól tudom. Ezért azonban nem tárhelyet kapsz, hanem ezt a szolgáltatást kapod meg a tárhelyet, te magad biztosítod. Magyarul, ha azt mondod, csak egy mappát szeretnék megosztani, vagy gyakorlatilag ez egész Winchesteremet szeretném megosztani, vagy egy külső SSD-t szeretnék megosztani, netán a bedugott SD kártyámat, vagy a csatlakoztatott Google Drive-omat szeretném megosztani, bonyolódik a dolog, mindent lehet havi 5 dollárért. Egyetlen sarkallatos pontja van a dolognak, amire egyébként létezik megoldás, de nyilván erről is beszélnünk kell, ez a rendszer akkor működik, ha karcsi kapukájának és neked is be van kapcsolva a géped. Mondjuk ez egy a Covid és a Home Office után azért már nem olyan ördönkösség fölhívni az ügyfelet, hogy karcsi bácsi, Háromra leszek otthon fél négytől, elkezdeném letölteni, kapcsoljam be a gépet. Jó, van fiam, gyere. Bum! Érzed, hogy egy picit más gondolkozás kell hozzá, mint az átlagos cloudos megoldáshoz, de megéri egy picit átállítani az agyadat, ugyanis sokkal hatékonyabb, sokkal gyorsabb, sokkal olcsóbb és sokkal biztonságosabb lehet ez a fájküldési rendszer. Az egész egyébként egy webes felületről működik, éppen ezért elfut telefonon, számítógépen, kaputelefonon, tolatókamerán, gyakorlatilag mindenhol, ahol internet van. Mely webes felületen létezik? tudsz hozni úgynevezett szobákat. Ezek ilyen munkacsoportoknak nevezünk, inkább szobáknak hívják. A szobákhoz hozzá csatlakoztatsz tárhelyeket, a szobában meghívsz embereket, akik hozzáférhetnek ahhoz a tárhelyhez, és bum. Nagyon fontos ahhoz, hogy a rendszer működjön. Karcsibácsinak. Nincs szüksége előfizetésre, neki egy ingyenes regisztráció elég, ezzel te már be tudod tenni őt abba a csoportba, ahol látja a drive-odat. Aztán nagyjából mindent elmondtam, de tudod mit? Megmutatom. Először is föl kell menned a clarabot.com nevű honlapra, ahol a felső menüsorban megtalálod a letöltésfület. Erre rákattintva le tudod tölteni a Windows-os verziót. Ahogy letöltötted, elindítod a telepítést, beállítod a telepítés helyét, majd néhányszor rákattintasz a tovább gombra. Ezek után előjön a belépésfül. Nyilván a belépése szükséged van egy regisztrációra, amit a honlapon tudsz megtenni pár kattintással. Ezek után a kliensbe beírod a regisztrált felhasználó nevet és jelszót, néhány dolgot beállítasz, oké, majd bum, elfelejtjük egy életre. Még pedig azért, mert a rendszert igaziból webes felületen keresztül használjuk. Itt egyszerűen belépünk, ha beállítunk egy avatar nevet, ez most a Tibi vagyok, hát nagyon kreatívan Tibi vagyok, el is készítettem az első szobát, ami a Bill Gates nevű szoba lesz. Nyilván ide meg kell hívnom Bill Gates-et, hogy lássa a fájlokat, amit megosztok vele, ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy ezt a linket itt kimásoljuk és elküldjük neki, mondjuk e-mailben, vagy messengerem. Ezáltal megfelelő regisztráció és jogosultság esetén fel tudja tölteni a fájlokat a drive-ra. Igen ám, de még nincsen tárhely hozzárendelve ehhez a szobához, de ezt is néhány kattintással megtehetjük itt a webes felületen. Bum! 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 És már is hozzáadtam a klarabot egy mappát a gépemről. Azért biztos, ami biztos, inkább ráírok. Hey, Bill! Töltsed már le a fájlt. Nyilván ő ezt el fogja olvasni. Átkattint ide. És hoppá! Már is letöltheti a fájlt, amit demóból feltettem neki. Mondjuk sok mindenre nem fog vele menni, mert foggalmam sincs mi ez, de hát, ha örül neki. Tehát, mint látod, ez egy tényleg valós megoldás lehet erre a problémára, és a tapasztalataink alapján, mivel néhány mi már ezt használjuk, elmondhatom nektek, hogy igazán jól működik, igaziban nincsen sem vele semmi probléma, észesen sem veszed a klienst, hogy fut a gépen, ez nagyon fontos, a kliens nem eszi se a processzort, se a memóriát, semmit. Gyakorlatilag csendben ott csücsül a tárca csücskén, és amikor szükség van rá, akkor elkezd dolgozni. Amit még elfelejtettem elmondani, de nagyon fontos, a sebesség. Gyakorlatilag Karcsi bácsi, Karcsik a születésnapi fájait. Úgy tudja nekem áttölteni, hogy amire az ő számítógépe és internet előfizetése adott pillanatban maximálisan képes, a Clarabot Nano-val azt kihasználva tudja feltölteni. Tehát semmilyen sávszélességkorlátozás nincs a rendszerben. Boom! Ha felkeltettem a figyelmedet és szeretnéd kipróbálni ezt a rendszert, semmi más dolgod nincs a leírásban, kattints a linkre, és ott már tudsz is regisztrálni. Én tényleg szívből tudom nektek ajánlani ezt a rendszert, egyenlőre nekünk a drive mellett fut, mert a Drive-ot többen ismerik, de célunk az, hogy mindenkit áttereljünk oda a mi ügyfeleink közül. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a forma bontó és egyedi demonstrációs eszközökkel felvértezett, probléma megoldó különleges tech videót. Remélem, hamarosan érkezem valami hasonló jósággal, és remélem, ti nem kapjátok el addig a COVID -ot. meg én sem. Vigyázzunk magunkra, meg egymásra. Jó, kövessetek TikTokon is, és köszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok!